Szép estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, művészbejáró magazinunkat látják. A március 15-i ünnepségen adták át a Békés Csabai életmű díjakat. Elismerésben részesült Csendes Ferenc festőművész, aki családja mellett mestereinek köszönte meg a kitüntetést. Mint mondta, a szakma fortéjai mellett az önálló gondolkodásmód fontosságát tanulta meg tőlünk. Stúdiumban üdvözlöm Csendes Ferencet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit is jelent ez egészen pontosan, hogy a gondolkodás önállóságát tanulta meg, ha kezdhetjük ezzel a beszélgetést? Hát a gondolkodás, hát elsősorban, ha kiknek köszönhetem én ezt a kitüntetést, hát elsősorban a kedves feleségemnek, gyermekeimnek, unokámnak, akkor kiváló mestereim voltak, Gaburek Károly festőművész, Mokos József, valamint Kerekes György a tanár úrnak köszönhetem tulajdonképpen ezek az inspirációkat. Tőlük csak magas szinten tanultam a festészetet. Elsősorban tájképeket fest, hogyha jól tudom. Mire törekszik, amikor egy-egy képet úgy gondolja, hogy majd meg fog festeni? Egyáltalán hogyan kezdődik egy kép? Tehát meglát egy jelenetet, vagy meglát egy képet az utcán, és úgy gondolja, hogy azt majd le fogom festeni, felskicceli, vagy hogyan vág neki egy kép elkészítésének? Ez a téma begyűjtés, ez olyan, hogy ha az ember, mármint mint festő, kint járok a természet lágyölében, ott egy fűszálból is lehet alkotást készíteni, de már adott, amikor például horgászok, mert horgászni is szoktam, és ott nagy csendességem, magányomban, ott ugye látom a témát. Látok a csónakkal, látok halakat ugrálni a vízben, vagy látom azt, hogy egyszerű kis katicabogár, vagy egy kis sikló, kígyó ott úszik mellettem ott a vízben. Na most ezekből igenis lehet ezekből kiállításanyagot készíteni. Na de itt egy vázlatot vagy, amikor kint vagyok. Kiviszem magammal a vázlatfüzetet, vagy a állványt a tablóképekkel. Tehát amire alkotok. Na most ott a megválasztás az, hogy nagy vonalakban én ott felvázolom az alkotásokat, és akkor amikor már ott majdnem készre, mert akrillal is szoktam festni, olajjal is szoktam, és elvétel szoktam ugye, vagy pasztel, zsírkréta, zsírpasztel, ezekkel gyönyörűen lehet dolgozni. És akkor az ember ott kint, az természetben ezt könnyen meg tudja oldani. Hogyan köszöntött be az ön életébe a festészet, ugye teljesen más területen dolgozott, és akkor csak megemlítem, hogy ön rendőrként volt foglalkoztatva. Hogyan jött a festészet? Mit szóltak akkor a családok, ismerősök, amikor ebbe a fába vágta a fejszéjét, úgymond? Na most ez nagyon érdekes dolog, mert gyerekkoromban, amikor a Luther utcában jártam általános iskolában, Kerekes György tanár úr volt a rajztanárom. Na most, ott ugye meglátta bennem azt, hogy valami érték, lappang, stb. És akkor mondta, hogy Ferikém, gyere szakkörre, és akkor csináljuk. Elvégeztem a 8 általán, stb. Utána a Mokos József tanár úrhoz csapottam, mert a Kerekes tanár úr mondta, hogy te légy szíves jelentkezzél Mokos József tanár úrnál, és akkor további inspirációkat, továbbá úgy olyan alkotásokat lásd, mint tanított részkarcokkal, a tus, akkor különböző olyan anyagokkal dolgoztunk, mi gyurmáztunk is, emlékszem, szobrokat készítettünk, kis plasztikákat készítettünk nála, és ami bennem megmaradt, az, hogy aki rosszul cselekedett, rosszul végezte azt a rajzot, azt az anatómiát, ugye már anatómiát is tanított, és
aki nagyon jól végezte a dolgát, akkor egyszerűen oda ment mellé, és akkor, na most kapsz egy kajszibaraszkot, vagy őszibaraszkot a fejedre. És akkor az a szeretet jelképe volt anképpen. És akkor igyekeztünk azon, hogy na, hajtottunk. Hát jó, az a hajtás, hogy mindenki megoldotta azt a kis anatómiát, azt a kis koponyát úgy megrajzolni, megfesteni, hogy visszaadjuk az árnyékot, meg stb. Tehát ami kötelező, persze. És ő neki nagyon sokat köszönhetünk, akadémikus rajz témákat is tényleg foglalkoztatott velünk, és csak a nagy szavakat tudom használni. A nagy őt, mert tényleg őről csak nagy szavakat. Csak tényleg Istent ilyen kell, mert ő nagyon tudott. Akkor még diákkorában ismerkedett meg ezzel a művészeti ággal, viszont ugye később rendőr lett, az alatt is alkotott, vagy akkor félretettük egy picit az ecsetet? Na, visszamegyünk akkor azokban az években, amikor is elvégeztem az általános iskolát, és utána rajzszakkörre jártam. Na most a Magas Józsi bácsi az úttörőházban tanított, sose felejtem el, és onnan körülbelül egy olyan 3 évig ott tanított bennünket, igen, a törőházban, majd a tiszti klubban volt egy stúdió, egy ilyen rajzszakkör, ilyen festő rajzszakkör, és akkor én oda jártam majd. Na és ott bedobtak a mély gödörbe, tehát a mély vízbe, tulajdonképpen ezt így szokták fogalmazni, hogy jó, csinált az ember szívvel, lélekkel, hogy önálló munka, meg stb. Na most az önálló munka az, hogy a saját gondolatom, tehát ami a szívem, lelkemben megtalálható értéket, ugye azt hogy tudom visszaadni, amit láttam, tehát ami belülről fakad az embernek, azt hogy tudom visszaadni a rajzaimban. És mindig arra is tanítottak, igen, hogy az értéket, tehát amit alkot az ember, akkor értéket, gyöngyszemet állítson elő. Tehát értéket állítson elő. Mindig is azon voltam, hogy igyekezzek úgy jobban, mint a többiek. Mindig bedobtam magam, sőt, oda-haza is mindig szorgosan tanulgattam, stb. Csináltam. És valóban úgy is volt, hogy majd, ahogy én rendőr voltam, mert utána elmentem ugye a katonának, stb. Minden, akkor visszatértem, stb. És akkor újból kezdtem, az egészet előről kellett kezdeni. Újra kellett tanulni gyakorlatilag? Nem, vagy hát fel kellett eleveníteni a szabadinit? Fel kellett eleveníteni, és ugyanúgy, mert ugye csak ott is, hogy rajzolgattam, stb. A hamiségnél, de mivel, hogy én sportol, plusz még sportoltam is, mint sportlövész voltam, a Békéscsabai Dózsánál, ugye, én első osztály sportoló voltam, aranyjelvényes, és az aranyjelvényes azt jelentette, hogy első osztályba lőttem. Na most, amikor Szegedre elvitte katonának, ott volt egy ilyen kiképzés, alapkiképzés, stb., és ott a Szeolnál volt egy országos lövészverseny. És ezt a lövészversenyt én megnyertem, ezt a lövészversenyt. És ugye az Újpesti Dózsa szemet vetett rám, és a sport díszázba vittek fel a katonának. És ott folytattam tovább a sportlövészetet, ott rajzolgattam, festegettem már ott a honvédségnél is. Na most volt egy olyan időszak, hogy sajnos nem lehetett, mert ott a 68-as, hogy is mondjam már, a csehszlovák helyzet, amikor nem lehetett, tehát nem szabadott semmit csinálni. Nekünk is ugyanúgy viselkedni kellett, mint egy kis katonának, meg a többieknek, ott nem lehet ott ugrálni. És akkor majd, ez kb. 8 hónapig voltunk ott a határnál. 8 hónapig ilyen EAP-ot kellett csinálnunk, és ott is rajzolgattam, festegettem, stb. Meg minden. Na most, ott össze-vissza 3 évet nyomtam le a honvédségnél, majd amikor leszereltem, akkor
a tiszti klubban tovább ugye folytattam a rajz tudományomat, a festő tudományomat, és teljes erődobással alkottam. Na most tényleg az életemmé vált a festészet. Nagyon szerettem csinálni, nagyon. Máig is az életem tényleg. Most esetleg dolgozik valamin? Most per pillanat napokban, hetekben, hónapokban van valamilyen megkezdett munka, amiről lehet beszélni esetleg? Na, igen. Van egy kis műtermem, Gáborán utca, Békéscsaba Gáborán utca 3 szám alatt. Az 5. emeleten van egy ilyen, hogy is mondjam, egy 5. emeleten át egy alakítva műterem és a többi is akkor. De egy nagyon szép kis műterem, meg a makbót, mindenki is olyan tip-top, ott lehet szépen dolgozni minden. És ott dolgozom. Tehát én ott lakom is, de mondjuk egyen le, nem csak kettővel, mert én a 3. emeleten lakom, és a műterem pedig az 5. van. Hát oda el tud vonulni akkor nyugodtan. Kazánház volt, csak a kazánt ugye, azt voltak olyan barátaim és stb., akik ezt a kazánt ezt szétdarabolták és elvitték, ugye, stb., és akkor én egy kis pénzembe került, hogy ezt a csináljuk egy nagyon szép kis műtermet. Többször és volt már itt Békés Csabán kiállítása, várható, hogy most az elkövetkező időben megmutatja az alkotásait? Békés Csabán alkotásom 2015 áprilisában volt utoljára, amikor 70 éves voltam. Ott is a kormányhivatalban volt, az óriási volt, nagy siker volt, meg minden. De azóta is volt kiállításom még hozzá. Ez év 2017 januárjában volt, egy január 22-én Magyar Kultúra Napjára meghívtak, és a Stefán Palotában nemzetközi kiállításra meghívtak, és hát 3 alkotásommal vettem részt, és kaptam egy elismerő levelet. És ennek nagyon örülök, meg minden is. És ott jelentek meg olyan, lásd, művészet, történészek, akkor a Magyar Művészet Akadémiának a német Ferenc elnök úr, hogy mondta, azt mondta, hogy személyesen szeretne egy kiállítást rendezni szeptemberben tőlem. Egy önálló kiállítást szeretne. Ezt állok elében, mondom, megcsinálhatjuk. Amikor például a kormányhivatalba is volt kiállítása, mik a visszajelzések, akik látogatták ugye a kiállítást, milyen visszajelzéseket kapott, mi az, ami a leginkább közkedvelt volt, mit szóltak az ön műveihez, akár a barátok, akár idegenek, mi a tapasztalat? Mivel, hogy én a természet festője vagyok, és mindig azon is voltam, hogy a ott lévő, tehát a lásd, a természet, legyen az egy szép táj, a tájban elhelyezett egy falu, vagy egy szép tanya előtt ott álló figurák, ott dolgozó figurák, ugye, az a tanya, az egy olyan jelképes valami, hogy ott születtek emberek, ott dolgoztak emberek, ott éltek emberek, és onnan kirepültek emberek, tehát hogy más elmentek dolgozni, stb. Más városokba, Budapest ide, oda, külföldre. És akkor engem ugye ez annyira úgy megfogott, ez tulajdonképpen a gyerekkori élményemet dolgozom fel. Gyerekkoromban, amikor így általános iskolába jártam, stb. Még, és láttam, ugye ilyen édesapám is olyan dolgozott, ahol tényleg el kellett menni ilyen mezőkre, tanyákra, stb. És akkor vele is mentem, és akkor nagyon megfogtak ezek a dolgok, ezek a régi dolgok is, és abból táplálkozom mai napig is. De az olyan dolog, hogy ha ott vagyok kint a természetben, szinte megszűnik körülöttem a világ, amikor elkezdek például egy témát rajzolni vagy alkotni, akkor szinte megszűnik a költöm a világ, és akkor pláne amíg ha zene társul mellé, akkor egy Vivaldi, mert Vivaldit azt imádom,
zenét, a négy évszakot. És akkor ugye lásd, van egy gyönyörű buzatábla, egy szép tanyával, de benne nagyobb benne. Mert a szezont a fazonnal nem lehet összekeverni, ha búzatáblát festek, mondjuk egy nagyon szép pipacsos, szarkalábos virág élménnyel, akkor azt festem meg, azt alkotom meg. A tanyát, az egy külön más világ, a tanya az más világ. Tehát én a, hogy is mondjam, mindig is annak voltam, hogy ezeket, amit a búzák, a magyar búza, annak jelképes magyar búza. Mindig egy tisztelet adok a kenyérnek. Egy tiszteletet a kenyérnek, hogy igenis. Hogy annak tiszteletet kell adni, mert hogy az embereket táplálja. Na, más nem. Mi is tisztelettel megköszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és gratulálunk mi is az életműdíjhez. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást. És sok állok elébe bármikor, hogyha hívnak, akkor jövök. Köszönjük szépen. Mi pedig mielőtt tovább mennénk, és következő vendégemet felkonferálnám, nézzünk meg egy bejátszást. A Somnakaj, azaz a Gypsy Musical részleteiből adott ízelítőt a roma művészekből álló zenekar az evangélikus kistemplomban. A közel 100 állomásból álló templomi koncert sorozat Bikis Csabai sztárvendégei, Falusi Marian és Kökény Attila voltak. Már a koncert előtti hangbeállásnál sejteni lehetett, hogy nem mindennapi produkció következik. A művészek a Somnakaj című musicalből válogatott dalokkal, valamint további autentikus és modern formában feldolgozott cigány dalokkal készültek a templomi koncertre. A mostani repertoárban inkább lassabb és a hittel kapcsolatos dalok kerültek be, úgyhogy ehhez lettek válaszva a hangszerek is. És annyi maradt meg a hangszerekből, ami ehhez szükséges, tehát most nem nagy dob van, hanem egy akusztikusabb, csak a perka része van itt most velünk, és igyekeztünk, hogy minél akusztikusabb, minél közelibb hangzást tudjunk csinálni az embereknek. A Somnakaj Musical egyik címszereplője, Falusi Marian, valamint Kökény Attila voltak az este sztárvendégei. A csapat célja a templom turnéval, hogy tágítsa mindazok körét, ahová el tudja juttatni a roma kultúra szépségét, és ráirányítsa a figyelmet az elfogadás fontosságára, az előítéletek csökkentésére. A tradicionális cigányzene elképesztően emocionális, tehát annyi érzelmet közvetít, hogy az fantasztikus. Aki erre rezonál, az bármilyen dolgot előhúzhat magából, és én bízom benne, hogy mindenkiből a jó dolgok jönnek elő, ezeket a zenéket hallgatva. Nem csupán egyedülálló zenei élményeket nyújtanak a művészek egy-egy előadás alatt. A templomi koncert sorozat ugyanis adománygyűjtő körút is egyben. A halmozott általános helyzetű gyerekeknek hozunk adományokat, ugye ezt az alapvető alapítvány segítségével meghirdettük országosan, és most is sikerült egy csomó mindent hozunk. Attól függően, hogy mit ajánlnak föl, tehát játékot, ruhát, édességet, könyveket, ilyesmiket szoktunk vinni. A koncertturné következő állomása a debreceni református nagytemplomban lesz. Szintén Békés Csabai életmű elismerésben részesült Baukó András, a Békés Csaba 1912 előre korábbi gyúrója, és üdvözlöm itt a stúdiómban Baukó Andrást, akinek a neve összeforrt a labdarúgással, így van a konferenciában. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A játékosok által ugye tusibának hívják. Honnan jött ez a tusi elnevezés, hogyha egy picit erről mesélne nekünk, illetve a nézőknek? Hát ez úgy történt, hogy jártam ki az építőpályára, ami most itt lakótelefon, és hát mindig ott settengettem, és a kapus kiabált rám, hogy Tuskó, hozzad már azt a labdát, amit elrúgtak. Hát azt így ragadt rám a tusi név. Ennek lett a beceneve a tusi. Igen. Hát ez 1964-ben csatlakozott a Viharsarki klubhoz, jól tudom? Hát ez akkor csatlakoztam a klubhoz. De akkor már ugye régóta a klubnál sertepeltét, hát ahogy ön fogalmazott. Az hogy az elődöktől voltam ifjúsági játékos, közben katona is voltam, és mikor leszereltem, akkor 64-ben
a csepregéli barátom által kerültem ide, mert Sándor Imre elment, ő volt előtte a csoportnál, ilyen masszor elment, és megkért, hogy próbálkozzak meg a gyúrással. Ön akkor ezt hogy fogadta? Mennyire állt távol öntől ez a tevékenység? Mert hogyha jól tudom, a kereskedelemben dolgozott. Ja, igen. Hát dolgoztam a kereskedelemben, és hát úgy kerültem oda, munka után mentem mindig ki a pályára, és akkor kezdtem el ott megmutatták körülbelül, hogy kell csinálni. Ott hát az úgy gyakoroltam, majd később először, mint társadalmi munkába, utána meg elvégeztem a középiskolát is, vagy hát a kereskedelmi iskolát, vagy érettségit végeztem, utána elmentem masszőr tanfolyamokra, 2 évet jártam Budapestre, és utána úgy maradtam. Utána olyannyira belejött, hogy közel 5 vagy több mint 50 évig abba se hagyta ezt a tevékenységet. Igen. És utána 75-ig, azt hiszem 75-ig, amíg társadalmi munkás voltam 10 évet, vagy mit tudom mennyit, utána kerültem, utána már nagyobb megbecsülést is, meg mindent kaptam a klubtól, és így utána főállásba kerültem, mint masszőr. Mit kell tudnunk erről a foglalkozásról, úgymond? Milyen a focistákkal együtt dolgozni? Milyen a sportolókkal együtt dolgozni? A sportolókkal nehéz, hát hogy mondjam, nem nagyon nehéz, mert vannak, akiknek így nem jó, úgy nem jó. Ott is embere válogatja. Válogatják a dolgokat. Hát oda kell figyelni, mert ha az ember egy rossz kézmozdulattal dolgozik, akkor nagyobb bajt tud csinálni az izmokban, meg az üzületekben, meg mindenütt. Volt olyan feladat vagy kihívás ezen a több mint 50 éves pálya alkalmával, amikor nem tudom, valami sérülés volt, valamit nagyon rendbe kellett tenni, és akkor még ön is esetleg fogta a fejét, hogy úristen, most ezzel mit csinálok? Vagy ilyen, azért ez elég gyakori egy ilyen hát, eset. Annyira nem volt annyira olyan nem. Kirívó, mert voltak orvosok, és akkor, ha valami probléma volt, akkor ők vették át a sérüléseket. Mit gondol, milyennek a szakmának a szépsége, milyennek a... Tehát hogyan lehet 50 éven keresztül ugyanazt csinálni? Ez a mai világban azért igen ritka, amikor az emberek egymás után mondjuk váltogatják a munkahelyüket. Ön több mint 50 évig, fél évszázadig ugyanazon a helyen, és ugyanabban a körben dolgozott. Mit gondol ön erről? Szerettem ezt csinálni. Ez a legfontosabb. Szerettem az emberekkel foglalkozni. Nem volt kirívó, haragosom se, mindenki tisztelt, becsült. Volt, mikor letoltam őket, de már pár perc múlva, mintha mi se történt volna. Hát azért oda kellett figyelni rájuk egy kicsikét, mert voltak ilyenek is, olyanok is, vidámabbak is, csendesebbek is. Ha jól tudom, akkor a tavalyi évben, 2016-ban köszönt el a gyúrástól, mint foglalkozástól. Nem hiányzik egy picit? Szokott azért még visszalátogatni? Hát most már kezdem ki beleszokni, de eleinte hiányzott, mert azért reggel 8-kor eljöttem otthonról, és hát dél kivételével este 8-kor értem haza, mindig a pályán voltam. Hát ez azért egy kicsikét hosszú is volt. Sportolók mellett azért a családtagokat is ön így úgymond fizikailag rendbe rakta, vagy csak a klubnak? Mit szólt magához az elismeréshez? Hogyan fogadta? Hát, azért már azért eltelt egy kis idő. Először meg is lepődtem, de visszamenőleg azt akarom mondani, hogy itt a feleségemnek, meg a két gyerekemnek köszönhetem ezt az egészet, mert hogy kitartottak mellette, túl sok távol léttől.
Az család az nagyon fontos, ezt azért nagyon sok mindenki elmondja. Esetleg van-e valaki, aki tovább viszi a családban ezt a... Hát nincsen. Nincsen, mindenki mást választott. Mindenki mást. Ez önnek azért fájdalom egy picit, vagy nem így van rendjén? A gyerekek csinálják azt, amit ők jónak látnak, és szeretnek azzal foglalkozni. Már hogy értve, melyik gyerekek? Családom? Igen, család. Hát igen, ők mást, mind a kettő egyetemet végzett, és ők abból vannak elfoglalva. Ők szeretik a sportot, de szóval nem annyira húzza őket. Nem annyira hozza őket lázba. Esetleg, aki most szeretne egy ilyen pályát választani, annak ön mit tanácsolna egy mostani fiatalnak? Hát annak azt tanácsolom, hogy szeretni kell a szakmát, vagy szeretni kell ezt a szakmát, mert ez szakma elvileg. Nem lehet csak úgy, hogy csak jaj, csinálom, aztán ahogy esik úgy pufa. Itt oda kell figyelni, akkor a közösséggel kell sokat lenni, sokat kell velük foglalkozni, ügyes bajos dolgaikat elvégezni. És úgy gondolom, hogy nekem nem nagyon voltak haragosaim se. Szerettem őket, tiszteltem őket, tiszteltek ők és engem. Hát voltak összezörülések, de hát az mindenütt megtett. Az mindenhol van. Mostanában mi vált el a napja? Ugye mondta, hogy azért eleinte egy picit szokatlan volt, hogy sok a szabad idő, nem kell menni, ugye reggel 8-tól ott volt a pályán. Mi vált el a pihenős évek? Hát most egy kicsit tovább tudok pihenni reggel, mert napközben vállaltam ilyen kisebb társadalmi munkát. A Hóstein kisvetőgében ott volt a barátom, és azóta egy pár helyre kiviszek ebédet, ahol is eltöltöm az időt. Utána délután meg a családdal, az asszonnyal. Vigyázzunk egymásra. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi pedig a továbbiakban nézzük meg, milyen kulturális események történtek az elmúlt időszakban. Következik heti hír összefoglalónk. Kezdetét vette az idei Békéscsabai Tavaszi Fesztivál. A programsorozatot pénteken nyitották meg a Békés megyei szimfonikus zenekar és Gyöngyös Ivett zongoraművész közös koncertjével. Závodján Magdolna kultúráért felelős államtitkára megnyitón azt mondta, fontosak az ilyen fesztiválok. Részben azért, mert segítségükkel ápolhatjuk hagyományainkat, örökségünket, de azért is, mert a művészetek összehozzák az embereket. A társszervezőkkel együtt idén összesen 60 rendezvényt tartanak 11 helyszínen. A klasszikus zenével indult programsorozat számos műfajnak teret enged, így koncertek mellett képzőművészeti kiállítások, közönségtalálkozók, könyvbemutatók és színházi előadások várják az érdeklődőket. Egy esztendeje nyitott a felújított Gyulai Almási kastély. Az évfordulót több mint egy héten át színes programsorozattal ünneplik. Dr. Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a látogatóközpont megnyitásával egyik kiemelt céljuk az volt, hogy élményeken keresztül adják át a múlt értékeit a fiatal generációnak. Hozzátette, a látogatottság a legtitkosabb reményeket is túlszárnyalta, hiszen több mint 76 ezeren érkeztek a kastélyba az első esztendőben. Az évforduló alkalmából barokkori alkotóházzal és divatbemutatóval, tematikus tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket, valamint szombaton a Békés Csabai Vasutas koncert fúvószenekar előadásával és tűzijátékkal is ünnepelnek. Részveretes énekeskönyvekből nyílt kiállítás kedden a Munkácsi Emlékházban. A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére rendezett tárlaton Mester Gábor magángyűjteményéből láthatunk régi, csatos, evangélikus énekeskönyveket egyedi díszítésű részverettel. A kiállított énekeskönyvek túlnyomó része az 1800-as évek második feléből származik. A legrégebbi kötet 1783-as kiadású. Ezekre az énekeskönyvekre készítették el a vándormesterek, vagy úgynevezett drótos tótok a részveretet. Mindegyik részveret egyedi mintázatú, készítésének évszáma mellett a tulajdonos neve olvasható. Az egyházi énekeket tartalmazó könyvekben azonban kottát nem, csak a dalok szövegét olvashatjuk szlovák nyelven. Nyíregyházán és Békéscsabán kívül nem terjedt el az énekeskönyvek használata, ezért Szente Béla, a Békéscsabai Települési Értéktár elnöke szorgalmazta az énekeskönyvek értéktárba való felvételét, melynek javaslatát az emlékház munkatársai már elkészítették. Az énekes és imakönyvek mellett néhány bibliát, valamint funebrált is láthatunk a tárlaton.
Ez utóbbi a temetési énekeket tartalmazza. A tárlat a Munkácsi Emlékház termeiben április 20-áig látogatható. 15. alkalommal hirdették meg a Csak tiszta forrásból című fotópályázatot. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza, valamint a Márvány fotóműhely kiírására 114 szerző 547 fotóval nevezett. A képekből nemzeti ünnepünkön nyílt kiállítás. A Csak tiszta forrásból elnevezésű pályázat mindig a március 15-i nemzeti ünnephez kötődik. A Lencsési Közösségi Házban ekkor emlékeznek a március ifjakra. A kiírás immár hagyományos múltra tekint vissza, hiszen másfél évtizede várják a fotósok jelentkezését, a nevezők lelkesedése pedig nem lankadt. A pályázatra beérkezett alkotások közül 50 fotó került ki a közösségi ház falaira. A zsűri döntése alapján 5 külön díjast és az első 3 helyezettet köszöntötték. Az első díjat ebben az évben Forgács Sándor nyerte Sirály című képével. A kiállítást április 14-ig láthatja az érdeklődő közönség. Az ünnepi műsort a Suttyomba zenekar koncertje zárta. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!